A Főzzükörbe orvosházát mai adását a Merian Foods élelmiszeripari Kft. Támogatta. Köszöntöm Önöket a Főzzükörbe orvosházát mai adásában. Rendhagyó helyszínről jelentkezünk, itt vagyunk a Merian Foods Kft. Csomagoló és szeletelő üzemében. Mellettem pedig Vági Zoltáné technológiai vezető és Ambrus György mesterszakács. Mit fogunk ma elkészíteni, Éva? Elkészítünk egy lilahagymalekvárt, amit itt látható és itt gyártott máj készítményekhez tálalunk fel hidegtálként. Fogunk elkészíteni egy burgonyalevest, magyaros burgonyalevest, orsi virslivel, és a végén egy meglepetést. Lássunk is hozzá! Nyilván az a hagymalekvár, ugye az elkészítési folyamatot tudják a háziasszonyok, elég hosszadalmas, ezért Éva kezdődött nekünk annyival, hogy egy házi hagymalekvárt hozott hozzánk, és ezzel a lila hagymalekvárral, ugye amit tudjuk, hogy a hungarikumok közé tartozik ugye a makói hagyma, ebből egy jó, nagyon finom lila hagymalekvárt készít, és hogy a Merian Foods Kft.-nek a termékeiből szeretnénk egy kis hideg előételt prezentálni a kedves tévénézőknek. Ezek a termékek ugye mind megtalálhatók is, ugye ezek mind a Mariannak a saját termékei, és ebből szeretnénk egy kis hideget összeállítani. Jó, akkor én kezdem, és akkor megbeszéltük, jó? Köszönöm szépen! Pácolt füstölt liba magré, pácolt füstölt kacsamagré, ami a lila hagymalekvárhoz nagyon illik, és én addig, ami szintén egész liba máj. Ez csak liba máj, tehát egy nagyon kicsi fűszerrel. A másik termék szintén csatos üvegben van, ez liba máj, de lilahagyma lekvárral ízesítve, tehát az itt készített lilahagyma lekvár van már. Hogy Önöknek otthon ne kelljen lilahagyma lekvárt főzni, mi már beletettük. Milyen alkalmakra ajánlja ezt a hidegtálat, Éva? Ezeket a magas májtartalmú készítményeket, amik leginkább csatos üvegekben vannak, és 80-90% májtartalmú, ezek ünnepi alkalmakra ajánljuk, de természetesen van olyan készítményünk is, ami 50% liba máj, pástétomok, tehát azok a hétköznapra is fogyaszthatók. Hogy tetszettek látni, hogy ez nagyon egyszerű a felhasználása, hogy Éva is fölbontotta, és akkor most egy picit segíteni fog a háziasszonyoknak, hogy ezeket a termékeket, ugye, amik konzervként vannak, hogy lehet gazdaságosan és gyorsan felbontani. Láthatják, hogy mindhez van nyitó kulcs, vagy mit teszünk hozzá, vagy eleve a dobozra van hegesztve. A nyitó kulcsot azt megszabadítjuk. Leveszem a címkét róla, egy jel van rajta, hogy merre kell kezdeni a bontást. A doboz riccelt, úgynevezett riccelt, tehát be van vágva. Könnyen bontható. Akkor sincs probléma, ha véletlenül nem jól kaptuk el és elszakadt, mert konzervbontóval minden további nélkül ki tudjuk bontani. A csatos üvegből veszünk ki egy kis libamájt, egy nagyon picit célszerű ilyenkor a kanalat bemelegíteni, mert formázhatóbb és szebb a májunk, ahol, mint ahogy látjuk is, és szebben lehet vele dolgozni. Tessenek látni, nagyon szép. Köszönjük.
köszönöm szépen. Szép lesz a vágási felülete biztos. Akkor a többit is tessék bontani nekünk, és mutassuk meg, hogy mi a segítség, hogy ilyen szépen ki tudjon jönni. Naturliba máj, a következő termék, itt rá van hegesztve a dobozra, a kulcs ugyanúgy meg van jelölve, hogy merre kell kezdeni a nyitást. Itt én mindig picit arrébb fogok, és akkor nagyon szépen. Szerintem ott a kamerának meg tudjuk mutatni, hogy a háziasoknak is látják, hogy nem is olyan ördöngös ennek a nyitása, és minél praktikus is. Jól van kitalálva a technológiában, hogy mindenki fel tudja használni. Hogyha előételt tálalunk, akkor a májat milyen ételekhez tudná ajánlani? Azokat a májakat, ami nagyon magas májtartalmú, nem ajánljuk ételhez, tehát ez maga az étel, csak pirítós, akkor élvezhető a máj maga. Nyilvánvaló, egy pástétom meg egy püré, az már ízesített, az bármivel, kenyérrel kenhető, zöldségekkel, mindennel, de maga ezek a naturellek, a csatos üveges libamáj, ami libamáj, önmagával élvezett csak. Pedig kacsamáj, ugye jellemzően a kacsamáj az zsíresebb és sárgább. Így van, tehát lehet látni rajta, hogy megvan a zsírja, de hát ez is nagyon finom és fogyasztható. Úgyhogy megpróbáljuk egy kicsit más formában ezt is felvágni, mint ugye szokásos. Teszünk egy kis zsírt alá, ugyanis, ahogy Évi mondta, egy nagyon finom pirítóssal, ugye prémium minőségű el lehet fogyasztani, és bevallom őszintén, hogy én hoztam is egy kis nagyon finom kalácspirítóst, hogyha már pirítósról beszéljünk és prémium minőség, akkor a prémium minőség, akkor egy kiváló aranymazsolás kalácsot készítettem, megpirítottam és ahova fogjuk tudni majd felszolgálni. És van olyan zöldség, ami kimondottan passzol a májhoz? Hát én úgy gondolom, hogy ahogy az Évi is mondta, hogy a máj magában egy prémium minőség, és itt amikor fogyasztjuk, ugye nem biztos, hogy mindig a zöldség kell, hogy domináljon, hanem a máj kell domináljon, akkor tudjuk, de a nyári időben bármit használhatunk hozzá nagyon szívesen ahhoz, hogy el tudjuk fogyasztani. Mint a választékból látják, leginkább gyümölcsöket, tehát nagyon illik hozzá például grillezett füge, ilyen félbevágott narancslekvár, nagyon illik hozzá áfonyalekvár, ezek az ilyen krémekhez, ami pástétom, paté, parfé, tehát ezekhez. Ezek között mi a különbség? Mert biztos sokan nem is tudják. A májtartalomban van különbség. Tehát amit említettem, a legmagasabb májtartalmú termékek, azok 90% fölötti máj, tehát valóban csak egy kis sózás fűszer van benne. Utána vannak a libamáj blokkok, ezek 86% májtartalmú termékek, utána a parfék következnek, a parfék azok 60-75% májtartalmú termékek. Van egy új családunk, ami a foie gras, ez azt jelenti, hogy hízott máj, tehát ez liba és kacsa, hízott májból készült termékcsalád, ez szintén 75% összmájtartalmú, és vannak a pástétomok, pürék, aminek 50% a máj. És hogyha gyümölcsről beszéltünk, akkor én készítettem egy kis gyümölcskaviárt, ha már prémium minőségű, akkor magában a gyümölcsöt is prémiumosítjuk, és akkor egy kis málna és egy kis zöldalma kaviár van elkészítve ebben a kis dobozban, egy ez a kis molekuláris gasztronómiának a műve, és ez kiválóan illik, ahogy tetszett mondani, a gyümölcsösség mellett. Kiválóan illik a libamájhoz is, ezekhez a termékekhez is, ezzel együtt színesebbé tudjuk tenni. És ízletesebbé természetesen, úgyhogy megjelent valami új formában a gyümölcs is a libamáj mellett.
jó étvágyat kívánok!